folytatódott a hagyomány. Szent István napi előzetest tartottak a lencsési lakótelepen. Házasság kötés a kutyás versenyen. 25. alkalommal rendezték meg a Medivid Agility kupát Gyulán. Hátrányból álltak fel. Megszerezte első bajnoki pontját a Békés Csaba 1912 előre. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Augusztus 20-a és 22-e között az oltások beadása országos szinten szünetel. Rendelkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azok számára, akik erre a hétvégére kaptak időpontot, soron kívül biztosítanak helyet a következő héten. Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat kapcsán a magyar közlönyben már korábban megjelent az a kormányrendelet, amely szerint az események bárki számára szabadon, korlátozások nélkül látogathatók. A nyár és a strand időszak egyik legjellemzőbb fül-orrgégészeti betegsége a hallójárat gyulladás. Ennek magyarázata, hogy kialakulásának szinte mindig a víz az oka. A hallójárat épségét sokszor saját magunk veszélyeztetjük a helytelen tisztítással. Hát a nyári időszaknak szerintem a legjellemzőbb fül-orrgégészeti betegsége az a külső hallójáratnak a gyulladása. Ez egyébként igen tipikusan a strandolással, medencézéssel függ össze. Ugye a külső hallójáratnak a bőrének a gyulladásáról beszélünk. Ezt jellemzően baktériumok és gombák szokták okozni. Na most ugye ez főleg azért jön létre nyáron, mert ugye eleve a meleg az ugye elősegíti ezt. Ugye a különböző mechanikai, kémiai irritáció, tehát ugye ezen azt értem, hogy a strandvíz mondjuk, hogy a klór, vagy az egyéb ilyen tisztítóanyagok, de gyakrabban mosunk hajat, belemegy a sampon, vagy a naptej, ilyesmi, arról nem is beszélve, hogy mondjuk, hogyha a gyerek a vízipisztolya belelövi a vizet a fülünkbe, tehát hogy ezek is ugye bele tudnak kerülni, és akkor ugye ilyenkor a külső hallójáratnak a bőre beduzzad, vérbő lesz, nyilván elég jól tud ez fájni is. Ugye általában azért ehhez kell valami kis mechanikai sérülés, amit mondtam, tehát ez például ugye jellemzően lehet egy fültisztítózástól, vagy hogy belemegy a víz, és akkor azt ugye igyekezzük kiszedni, kikaparni onnan, és akkor ugye ebből következik is, hogy hogyan tudjuk ezeket elkerülni. Jellemzően úgy, hogy például nem piszkálunk bele a fülünkbe, ez ugye nagyon fontos, nem csak a nyári időszakban, hanem egyébként is, mert hogy maga a fülünk az öntisztuló, tehát az a hallójárat, abból szépen az a fűzsír az áramlik ott kifele, és ennek a fűzsírnak van szerepe, tehát az nem hiába van ott, tehát ezt nem is kell az egészet kiszedni, mert maga a fűzsír az biztosítja a hallójáratnak, hogy egy ilyen védelmet nyújt, nem tud felázni a bekerülő víztől, egy ilyen savas kémhatása van, amit ugye nem tudnak megtelepedni ezek a kórokozóink, tehát az se baj, ha egy kicsi van a fülünkben, mert ugye ez védheti a hallójárat. Tehát kerüljük el azt, hogy állandóan fültisztítóval ezt piszkáljuk, illetve hogyha a strandon mondjuk belemegy a víz a fülünkbe, vagy ahogy az előbb említettem, mondjuk a vízipisztolyból belemegy a víz, akkor érdemes azt minél hamarabb eltávolítani. Ugye ezt nem kell agresszív módszerekkel, tehát nem kell leszívni otthon, vagy szintén ugye a fültisztítóval piszkálni, hanem egy száraz tiszta törölközővel, ameddig a kis ujjunkkal beérünk, addig elég ezt megtakarítani. Vagy a klasszikus módszer, ugye, hogy nyomkodjuk itt a kis hallójáratunkat, és akkor kijön belőle a víz. Ezeket ugye érdemes mindenképpen megcsinálni. Illetve akinél már többször volt ilyen probléma, tehát hogy visszatérően jelentkezik, hogy minden nyáron van hallójárat gyulladása, azoknak érdemes esetleg mielőtt elmennek egy ilyen tengerparti nyaralásra, vagy egy vízparti nyaralásra, előtte egy-két este babaolajat, vagy parafinolajat csepegtetni mind a két fülükbe, mert akkor ugye maga az olajozástól, az is védi a víztől a fület, ugye ezt lehet, vagy ugye akire jellemző a fülzsírosodás, hogy gyakran eldugul a fülzsírtól a füle, azoknak is érdemes a nyári időszak előtt egy fülorgége szakrendelésre bejelentkezni, és akkor ezt a többlet, ezt a túlzott mennyiségű fülzsírt ugye úgymond leszivatni, kitakarítatni, mert ha ugye viszont túl sok van, akkor a mögébe megy a víz, ott megpang, ugye ez is tud gondot okozni. Úgyhogy így tudunk védekezni, igazából azt gondolom. Egy év szünetet követően ismét megrendezték a Szent István napi előzetest a lencsisi lakótelepen. A közösségi programot minden évben az augusztus 20-át megelőző szombaton tartják.
A rendezvény a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsoret csoport felvonulásával kezdődött. A menet a Lencsési úton haladt végig, és a Lencsési Közösségi Házhoz érkezett meg. A helyszínen sokan gyűltek össze a programra, miután tavaly a pandémia miatt elmaradt a hagyománynak számító esemény. Én 42 éve itt lakom a lakótelepen, és mi rendszeresen kijárunk. Várjál, Zolika, azért járunk ki, mert nagyon jók a programok a gyerekeknek, a felnőtteknek is, és egy kicsikét kikapcsolódunk. A Lencsési Közösségi Ház intézményvezetője kiemelte, a rendezvény célja, hogy erősítse a lakótelepen élők összetartozását. Először 1992-ben szerveztük meg, ugye történelmi úgy alakult, hogy akkor is én voltam a közösségháznak a vezetője, és annak a célja az volt, hogy nem versenyezve a városi augusztus 20-i ünnepséggel, hanem előtte egy héttel egy ilyen elő augusztus 20-i ünnepséget szervezni a lakótelep lakóinak, amit azt tett indokoltá, hogy akkor 1992-ben a lakótelepen kb. 14 ezer ember ért. Ez több volt, mint Békés megye város. A többségének a lakossága. A szervezők szabadtéri játszóházzal, íjazási és lovaglási lehetőséggel és arcfestéssel is készültek a kilátogatók számára. Bemutatkozott a közösségi házban működő márványfotóműhely is, amely minitárlattal várta az érdeklődőket. A Gyulai Kutyás Egiléti Szabadidősport Klub jubileumi 25. alkalommal rendezte meg a Medivid Egiléti Kupa országos és nemzetközi kutyás ügyességi versenyét. A rendezvényhez 16-szor kapcsolódott a Para Egiliti Kupa, így ezúttal is ép és sérült versenyzők együttes részvételével zajlott az esemény. A rendezvény szombat reggel ünnepélyes megnyitóval kezdődött, és egy meglepő fordulatot is tartogatott. A megnyitón a verseny fővédnöke, Takács Árpád köszöntötte a versenyzőket és a nézőket. A kormány megbízott úgy fogalmazott, Gyula szellemi, gazdasági és kulturális, illetve az Airbus gyár megépítésével ipari város is lesz, emellett méltán hívható az Egiliti fővárosának is. 27 évvel ezelőtt álmodta meg Alt Sándor ezt a sportot, ennek minden előnyével, hátrányával, nehézségével, küzdelmével és megpróbáltatásával, és csak azok tudják, hogy hova érkezett, akik látták, hogy honnan indult. A rendezvényt Gyula polgármestere nyitotta meg, felhívva a figyelmet arra, hogy ez Magyarország legrégebb óta tartó egiliti versenye. Görgényi Ernő úgy fogalmazott, 25 év egy ember életében is jelentős idő, de egy város, illetve egy nemzet életében is rengeteg változás történik negyed évszázad alatt. Mindezzel a visszatekintéssel arra szeretnék rávilágítani, hogy mekkora teljesítmény valamit 25 esztendőn keresztül folyamatosan magas színvonalon művelni, újra és újra évente megrendezni, ilyen nagy mértékben változó körülmények közepette. Amikor az ország, amikor a világ ennyi változáson megy keresztül, akkor is van egy civil közösség ebben a városban, amely kellőképpen elhivatott és kitartó, és évről évre megvalósítja céljait. A megnyitót követően meglepő fordulat következett, ugyanis a jelenlévők egy házasságkötésnek lehettek fül- és szemtanúi. Előbb feltűnt az anyakönyvvezető, majd pedig bevonult a házasulandó pár az egiliti pályára. Simon Matild Melánia és Simon Csaba nem csak az életben, hanem a pályán is egy párt alkotnak. Simon Csaba eddig 3 para egiliti kupán vett részt, a versenyzésben párja segíti, aki már nagyon sok megmérettetésen van túl. Ennek köszönhetően folyamatosan fejlődik kutyájával, már a legmagasabb A3-as szint küszöbén járnak. Régebben én voltam a kutyás, és amikor megismerkedtem a párommal, akkor én vezettem be a kutyás társadalomba, és akkor rajtam keresztül ismerkedett meg a kutyázással, illetve ezzel a gyönyörű sporttal, az agilitivel. Mivel hogy én sérült vagyok, így adott volt az, hogy ő tud nekem segíteni, hogy részt vessek egy ilyen versenyen, hogy ő vezet engem, én meg vezettem a kutyát, és így én is paraegilitiztettem végre. A Medivid Egiliti Kupa 27 éve kezdődött, 2001-től pedig elindították a Paraegiliti Kupa sorozatot is, esélyt adva a sérült versenyzőknek is, hogy sorstársaikkal mérettessék meg magukat. Fúdi, fúdi! Fúdi!
Alt Sándor úgy fogalmazott, minden évben változtatnak valamin, és folyamatosan magasabb színvonalra törekednek. A legfontosabb tervünk lenne, hogy vásároljunk egy új műfüvet, ami sajnos eddig még nem sikerült. Több pályázatot nyújtottam be, több kérelmet. Bízom benne, hogy jövőre egy új műfűvel tudunk gazdagodni, és egyrészt egy kicsit több nevező lesz, másik pedig, hogy olyan gyorsok lettek a kutyák, és így ebben az új műfűvel elkerüljük az esetleges balesetveszélyt is. Idén 73 gazda 105 kutyával vett részt a megmérettetésen. A Békés Csaba 1912 előre a Tiszakéske együttesét fogadta a labdarúgó MB2 harmadik játéknapján vasárnap este. A házigazda 1-0-ás hátrányból felállva ugyan a második félidő közepén 2 perc alatt megfordította a mérkőzést, de a győzelem elmaradt, mert a Bács-Kiskun megyei csapat kiegyenlített és pontot szerzett a Kórház utcai stadionban. A találkozó első helyzete az MB3-ból feljutó vendégek előtt adódott a 9. percben. Egy szögletet követően Zádori Krisztián fejelt, de a hazai a kapusa védeni tudott. A lila fehérek első komolyabb lehetőségét a 17. percben lehetett feljegyezni. Varga Szabolcs szabadrugása után a vendégek hálóőre a kapufára ütötte a labdát, majd a kipattanónál Máris Dominik volt a leggyorsabb, Holzer Ádám azonban ismét védett. 3 perccel később megszerezték a vezetést a vendégek, egy kapu előtti kavarodás után Pál András volt eredményes, az állás pedig már nem is változott az első félidőben. A Békés Csaba jobban kezdte a második játékrészt, és szűk 20 perc után sikerült az egyenlítés. Nikola Pantovics kiváló keresztlabdát adott Horváth Péternek, aki az 5-ös sarkáról éles szögből lőtt a hosszú sarokba. Nem maradt azonban sokáig döntetlen az állás, 2 perccel később Gránic Patrik végzett el szabadrugást a jobb oldalról, középen pedig Bora György érkezett és a kapuba bólintotta a labdát. A csabaiak azonban nem tudták megtartani a vezetést, a 77. percben Gyurján Bence kapott pontos indítást a jobb oldalon, középre adott labdájára Simon Márk jött, aki a kapuba passzolt és beállította a 2-2-es végeredményt. Meg volt 4-5 helyzetünk az első félidőben, de langyosak voltunk az első félidőben. Tehát egyértelmű a második félidőben azért váltottunk mást is, és hát kis túlzással ugye minden akcióból helyzet volt. Továbbra is ugyanazzal a problémával küzdünk, hát már én is unom, hogy mindig ezt mondom, gondolom mások is unják már, hogy helyzeteket be kell rúgni. Ma körülbelül az arány az 14-2 volt a helyzet kihasználási arányunk, ebből kijött egy X, mert hátul is belebakisztunk egyszer. A Tiszakécske vezetőedzője értékelésében kifejtette, hogy elégedett csapata teljesítményével. Véleménye szerint a 2 perces rövid zárlat ellenére a győzelmet is megszerezhették volna ezen a mérkőzésen. Megszereztük az első pontunkat, ennek örülünk, annak nem, hogy kaptunk, 2 gólt kaptunk, és nem tudtuk elvinni a 3 pontot, mert egyértelműen ezért jöttünk. De hát dolgozunk szerdára, és hétvégére is, hogy minél több pontot össze tudjunk szedni, mert céljaink vannak, minél jobban szeretnénk szerepelni ebbe a bajnokságba. A Békés Csaba 1912 előre 3 fordulót követően 2 vereséggel és 1 döntetlennel a tabella 17. helyén áll. A Viharsarki együttes legközelebb szerdán lép pályára a Szombathelyi Haladás otthonában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!